Halász Csaba és felesége 2008 óta él Padovában, a 200 ezres Észak-Olasz településen. A koronavírus járvány miatti korlátozások idején is járnak dolgozni, de egy menetlevélhez hasonló okiratot kapnak, amit a zónák átlépésekor kell felmutatniuk. Az utcákon kevés az autó, és járókelőket is alig látni, mondja a baranyai házaspár. A bárok délután 6 óráig lehetnek nyitva, aki ezt megszegi, 3000 eurós büntetésre is számít. Az éttermek is csak napközben tarthatnak nyitva. A ruhaboltok, cipőboltok, szerszámboltok, stb. Mindenféle, ez minden le van zárva, csak az élelmiszer részre lehet bemenni, ott is korlátozott számban engedik az embereket. Meg kell tartani egy méter távolságot mindenkinek egymástól. Mindent lehet kapni. Bankok. Hétfőn voltunk a bankban a feleségemmel, a bankon ez szintén ki van írva, hogy nem lehet, ilyen forgó ajtó van benne, ugye egy ilyen fotocellás ajtó, amit odaállsz és nyilván beenged, most nem lehet bemenni, be kell csöngetni a bankba, meg kell kérdezni, hogy mit szeretnél, elmondod, hogy mit szeretnél, ha úgy gondolják, akkor beengednek. Csaba elmondta, hogy az ismeretségi körükben egyelőre nincs koronavírus fertőzött, de egy Padovától 45 kilométerre élő ismerősükön elvégezték a tesztet, ami negatív lett. Csaba egyik munkatársa pedig influenza-szerű tüneteket produkált, de az ő tesztje is negatív lett, már újra dolgozik. Az iskolai oktatás egyébként április 4-éig szünetel. Mindenki itthon van, ez is egy kis problémát okoz egyébként a szülőknek, mert hát nyilván a munkahelyek nincsenek zárva. Hát az iskolákat megállították, akinek nincsen nagyszülő, vagy akinek nincsen olyan segítség. Nekem is van olyan munkatársam, szintén magyar fiú, akinek a felesége olasz. Az ő szülei Genovában laknak, tehát egy 500 km arrébb van. A feleség is dolgozik, a srácnak is dolgozni kellene, és van egy 9 éves kislány. Tehát innentől kezdve, hogy a 9 éves kislányok van, hol egyikük nem mi dolgozni, hol másik. Valahogy meg kell, hogy oldják. Csaba a közeljövőben tervezte, hogy hazajön, ezt az utazást azonban most el kell halasztania.